Köszöntöm kedves nézőinket! A 19. fordulóban a zöld mezben játszó Kapuvát fogadta a Lalan Nyúl SC labdarúgó csapata. Nem mi voltunk egyértelműen a mérkőzés esélyesei, hiszen a mérkőzés kezdetén a Kapuvár a 6., a Nyúl pedig a 11. helyet foglalta el a tabellán. Ősszel sima 3-0-ás vereséget szenvedtünk Kapuváron. Mondovics Dávid vezetőedzőnek sérülések, eltiltások és munkahelyi elfoglaltság véget több alapemberét is pótolnia kell a mai mérkőzésen. Mind a két csapat két-két győzelemmel kezdte a tavaszt, így mindkét edző a jó sorozat folytatását reméli a mai találkozótól. Kapuvári Rohamokkor indult a mérkőzés egy jó kiugratást követően. Matetics István hagyta ki a mérkőzés első helyzetét, majd egy eladott labda után szintén a vendégek támadhattak. A két vendég helyzetet követően inkább mezőnyben folyt a játék, majd egy elhibázott kirúgást követően Orbán Gábor játszotta meg két kapuvári védő között Varga Zsombort, aki ritka szép gólt rúgott a vendégek kapujába. Az ismétlésen látható, hogy Varga Zsombor nagyon jól indul be két védő közé, az indítás az pedig Tanári Orbántól, így egy picit ütemtelenül is, de nagyon szépen nemelt a kifutó kapus fölött a hálóba. Ezzel az első félidőben 1-0-ra vezet a Nyúl csapata. A következő támadásból aztán középen üresen maradt szögletrúgást követően a vendégek támadója, de hála Isten fölé fejelte a labdát. Majd újra a vendégek veszélyeztettek, de Kis Albert a rövid orralra érkező lapos lövést lábbal hárította. A második félidőt a Nyúli csapat kezdte veszélyesebben, és Ködmön Zoltán üles kapura leadott lövését Varga Zsombor már nem tudta hálóba juttatni. Hát itt a ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy itt történt-e szabálytalanság vagy nem. Úgy gondolom jó ítélet született. Aztán újra egy eladott labda, amiben a Nyuliak érhettek volna el gólt, de a vendégek kapusa jól tisztázott. Aztán a 70. percben szerencsés körülmények között kerül a labda Ködmön Zoltán elé, aki nagyon okosan a kapus feje felett ível a kapu bal oldalába. Ezzel a találattal 2-0-ra vezetnek a hazaiak. Ados vagyok még a játékvezetők neveivel, a mérkőzés Csirke Rudolf, vezeti segítői pedig Ordasi Miklós és Gőgös Balázs. A gólt követően megpróbált a Kapuvár is gólt szerezni, de Horváth Kevin beadását Tart Péter nem tudta a hálóba juttatni. Aztán Stecina Krisztián elnök urat látjuk, ahogy éppen labdát szed. A következő kapuvári támadásnál Kis Albertnek kellett a rövid oldalon védenie egy nagyot, és ezután már csak Nyuli helyzetek voltak. Varga Zsombor kiugratását Ködmön Zoltán rúghatta volna a kapuba. Egy kapralövés mégis belefért még a kapuvári oldalon Tar részéről, majd ezt követően Gere Zoltán indult meg a bal oldalon, és pontos beadását Molnár Bence rúgta kapu fölé. Balogh Zoltán, a vendégek vezetőedzője, csalódottan ment az öltözőbe a mérkőzést követően. A hazai csapat pedig Zsinórban a harmadik győzelmét ünnepelhet a mérkőzés után. Ezzel a győzelemmel Lalan Nyúl SC csapata a tabellán feljött a 10. helyre, 23 pontjával megelőzte már a
rivális és szomszédvár Pannonhalma együttesét is. Jövő héten a bajnoki tabellán másik helyen álló Csornához rátogat csapatunk, bizakodunk a tisztes helytállásban.